Paks 2 interaktív kiállításának idei fesztivál körútja Sopronban a Volt Fesztiválon kezdődött, és a szegedi ifjúsági napokon záródott. A kamion járt a Balaton Soundon, az Efoton, Debrecenben a Campus Fesztiválon és a Virág valamint a mezőtúri East Festen és a Sziget Fesztiválon Budapesten. Az utazók kiállítása nyár utolsó két hónapja alatt csak nem 20 ezer látogatót fogadott. A tárlat a legtöbb érdeklődőt idén a szigeten fogadta, ahol közel 3500 vendég tekintette meg. A nyári napi csúcsot a Volton hozta a kamion több mint 700 érdeklődővel. A magas látogatószám mellett fontos visszajelzés volt az a kérdőív is, amelyen a kiállítás vendégei összegezhették véleményüket. A válaszadók elsőprő többsége több mint 90 százalék nyilatkozott úgy, hogy új információt kapott a kiállítás megtekintése során, és ajánlaná mások figyelmébe. A nyár végéig mindösszesen már mintegy 35 ezeren voltak kíváncsiak a guruló kiállításra, amely a legfontosabb információkat viszi házhoz az atomenergia biztonságos és klímabarát felhasználásáról. Azok, akik megfordulnak a kamionban, betekintést nyerhetnek a Paks 2 projekt eddigi eredményeibe. A látogatók tájékozódhatnak a Paks 2 beruházás jelentőségéről, társadalmi, gazdasági és környezeti hatásairól egyaránt. A vendégek fotókat láthatnak a projekt eddigi mérföldköveiről, megismerhetik többek között a 3 plusz generációs VVR 1200-as blokk is. A kiállítás egyik különlegessége egy kiterjesztett valóság alkalmazás, amely révén a vendégek a kihelyezett táblagépek vagy saját okos telefon használatával virtuálisan körüljárhatják két a Paksa tervezethez hasonló VVR 1200-as blokkot. A fesztiválokon ez is óriási népszerűségnek örvendett, csak úgy, mint az az új interaktív tábla, amelyen játékos formában lehet ismerkedni a Paks 2 projekttel. A Paks 2 kamion a fesztivál szezont követően folytatva országjárását az 5000 fő ...nél nagyobb lélekszámú településeket keresi fel, illetve októberben ott lesz a Hung expo az automotív kiállításom és immár hagyományos résztvevőként a Csabai Kolbász Fesztiválon is.